Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szüret a szekszárdi borvidéken, az aszály ellenére jó a bor minősége. HPV vírus. Fontos az oltás a gyermekek körében, de a felnőtteket is bármikor érintheti a betegség. Plakátkiállítás. 20 éves Európai Uniós csatlakozásunkat ünnepeljük. Úszás. Hétfőtől újra kinyitott a kapuit a szekszárdi tanúszoda. Az idei szüret munkálatai a szekszárdi borvidéken is a szokásosnál jóval korábban, 2 héttel előbb kezdődtek. A tavalyi évben a peronospora járvány nehezítette meg a borászok dolgát, idén pedig a rendkívüli aszály jelentett kihívást. Bősz Adriánt, a szekszárdi borvidéki tanács elnökét kérdeztük az eredményekről. A nyári aszály új kihívások elé állította a bortermelőket. A nagy hőség miatt a bogyók egy része lényegében teljesen kiszáradt. Aki tudatosan és hosszú távon gondolkodik, és tudja, hogy és van lehetősége a szőlőnek az altalajának a szület utáni lazítására, ugye ők azért a téli csapadékból, hogyha van télen szép csapadékmennyiség, akkor viszonylag sokat le tudnak engedni a talaj rétegeink alsóbb közeti rétegében, és itt a nedvesség valamilyen szinten azért tározódik, a szőlőnek mérehető a gyökere, és azért hozzáfér a nedvességhez. A tapasztalat azt mutatja, hogy a pincékbe eddig beérkezett szőlő és az elkészített új bor jó minőségű. Kétségtelen, hogy sokkal korábban el kellett kezdeni a munkákat, és oda kellett nagyon figyelni, tehát hogy azért nem árt, hogyha az ember méreti a paramétereket, pH-t, savat, mustfokot, és akkor egy kicsit tudatosabban kell borászkodni. A szüret idén igencsak besűrűsödött, sok fajta egyszerre érett be. Ugye voltak olyan fajták, ahol a készítendő bor inkább a technológiai érettséget követelte meg. Egyébként itt vannak lényegében a legszebb paraméterek az elkészült borokba. És ugye kicsit egymáshoz is közelebb tolódtak ezeknek a fajtáknak a szüreti időpontjai, tehát egész egyszerűen a szőlő így tudta ezt a szárazságot lereagálni, mert ugye nyilván a növénynek az elsődleges funkciója a túlélése. Az idei év sem volt tehát kihívásoktól mentes a borvidéken, a szakemberek számára fontos volt a megfelelő tervezés. A HPV egy gyakori megbetegedés, amivel az emberek többsége megfertőződik élete során, akár többször is. Ez egy emberi bőrt és nyálkahártyát megtámadó vírus. Az oltás fontosságáról kérdeztük dr. Barna Györgyit, tolnai vezetőházi orvost. Fontos, hogy mindenki ismerje és tisztában legyen a HPV betegség kialakulásának okaival. Körülbelül 8 éve oltjuk ezt a HPV oltást, és ami ez most már eléggé ismert, hogy ez a méhnyakrák, így nevezik, a méhnyakrák elleni oltás. De azért hozzátenném, hogy ez nem kizárólag a méhnyakráktól véd, ez az oltóanyag, hanem véd a nemi szervi szemölcsök ellen is, illetve a szájüregé végbéldaganatoktól is véd. Dr. Barna György elmondta, hogy sajnos az oltás utáni igény évről évre csökken. Most mondhatjuk azt, hogy siralmas, itt nálunk legalábbis a jelentkezők száma, akik kérik. Tehát elsősorban ugye a szülőket kell meggyőzni erről, és mi folytattunk is kampányt, igazából én még előadást is tartottam ez ügyben, de hát nagyon csekély az érdeklődés, úgy vesszük észre. Kicsit talán az oltás ellenes. Az oltás ingyenesen igényelhető. Hát az iskola 7. osztályos gyerekeiről van szó, akiknek a védőnő kiküld egy tájékoztatót, illetve egy igen-nem válasszal ellátott kérdőívet, és ott kell jelezniük azt, hogy kérik vagy nem kérik az oltást. Ez így működik. Az oltás két részletben történik, amit ősszel és tavasszal kapnak meg a diákok. A mai gyerekek szexuális érettsége jóval előbb kialakul, mint ami a régi időkre volt jellemző. Ma úgy tapasztaljuk, meg szerintem mindenki úgy látja, hogy sokkal-sokkal előbb van a nemi érés, és hát előbb kezdik a szexuális életet is a fiatalok, tehát ezt akkor érdemes megkapni, ezt az oltást, ami előtt tulajdonképpen ilyen jellegű tevékenységet folytat a fiatal, mert ez akkor jelent igazi védelmet. És HPV vírussal egyébként megfertőződhet valaki többször is,
főleg ugye a tünetmentes férfi át tudja adni ugye a nőnek, aki élete során többször is megfertőződhet vele, és az az igazi védelem, hogyha ezt még azelőtt kapják meg a gyerekek. A betegség nőgyógyászati vizsgálat útján derül ki, így fontos éves szinten ezeken részt venni. A szülőknek idén szeptember 13-áig van lehetőségük leadniuk az iskolában írásbeli nyilatkozatukat arról, hogy kérik-e a 7. osztályos gyermekük számára az ingyenes humán papilloma vírus elleni oltást. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral egyeztetett Bátaszék polgármestere Bozsolik Róbert. A megbeszélés témája a bátaszéki tanúszoda volt, ugyanis az üzemeltetés a város számára az utóbbi két évben anyagilag nagyon megterhelő a megemelkedett energiaárak miatt. 38 millió forintról már 92 millió forintra nőttek az intézmény fenntartási költségei. Kicsit elhúzódtak az egyeztetések, így a tegnapi nap folyamán volt lehetőségem arra, hogy államtitkár úrral személyesen egyeztessek ebben a kérdésben. Megvitattuk, illetve tájékoztattam államtitkár urat a jelenlegi üzemeltetésnek a feltételeiről, költségeiről. Megnéztük azt, hogy az országon belül hol, milyen módon üzemeltet a kormány sportlétesítményeket, és abban állapodtunk meg, hogy a mi tájékoztatunk, a mi beszélgetésünk, illetve beküldött anyagok alapján egy két héten belül meg fogjuk kapni az államtitkárságnak azt a válaszát, hogy milyen módon tudnak nekünk abban segíteni, hogy 2025-ben könnyebben lehessen a tanúszodát üzemeltetni. Teodor Makapula görögkatolikus megyés püspökkel, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye májusban kinevezett új püspökével, és Damkó Ferenccel, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye püspöki helynökével találkozott Potápi Árpád János államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A politikus Facebook oldalán sok sikert és jó egészséget kívánt a püspöknek. Informatikai rendszerben keletkezett üzemzavar miatt szeptember 13-án pénteken szünetel az ügyfélfogadás a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Tájékoztató Csikó Gál Klaudia, a város jegyzője. A hivatal munkatársai a hiba okát feltárták, intézkedtek az elhárításról, annak javítása azonban csak a rendszer teljes leállításával lehetséges. Ezen idő alatt az intézmény telefonon és elektronikus úton sem lesz elérhető. Idén Magyarország 20 éves Európai Uniós csatlakozását ünnepeljük, ebből az alkalommal pedig az ország több pontjára szerveztek plakátkiállítást. Szekszárdon a kórház rendelő intézete mellett húzódó kerítésen lehet megtekinteni egy-egy sikeres uniós fejlesztést, amivel felhívják a figyelmet csatlakozásunk fontosságára. A helyszín választás a buszmegállóban várakozóknak is lehetőséget nyújt hasznosan eltölteni az időt, megtekinteni a képeket, amelyeknek a rendeltetéséről beszélt nekünk Dombai Szilvia, a Europe Direct Tolna vármegyei irodavezetője. Magyarország 9 másik kelet-európai országgal együtt 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz, és ennek apropóján az Európai Bizottság magyarországi képviselete a Europe Direct hálózattal együttműködve egy plakátkiállítás keretében szeretne megemlékezni erre az évfordulóra és erre az eseményre. És a plakátkiállítás célja az, hogy Magyarország különböző vármegyéiből 20 darab olyan fejlesztési projektet mutat be, ami egyrészt a hétköznapi élet, másrészt a gazdasági életnek az egész széles spektrumát fedi, és tulajdonképpen ezzel szeretné egy kicsit a polgárokban erősíteni az Európai Uniós polgárságnak az érzését, és bemutatni azt, hogy milyen sikeres fejlesztések valósultak meg. A vármegyében megvalósult Agora projekt plakátját is megnézhetjük, ha elsétálunk a rendelő intézet előtt. Természetesen Tolna vármegyében sem ez az egy sikeres projekt van, ez a kultúra területét fedi le, de itt is azért az élet különböző területeiről találhatunk projekteket. Az elmúlt 20 év alatt több mint 371 milliárd forint értékben valósultak meg különböző EU-s támogatottságú projektek. A plakátok remekül szemléltetik, hogy az országban minden területen megvalósultak fejlesztések, mondta a szekszárdi kórház igazgatója. 20 éve vagyunk az EU tagjai, és ennek alkalommal szeretnének 22 kiemelt projektet bemutatni itt plakátok, amit elsőre nehezen tudtam elképzelni, mert már van szép nagy kerítés felületünk, de hogy mégis hogyan kerülnének ezek ide ki. És elmondták, hogy körülbelül milyen projektekről van szó, hogy az ország minden részéből szedtek össze plakátokat, van benne Tolna megye, van benne Szekszárd is, hál' Istennek. És hát itt lesz ez most egy pár hónapig, reméljük, hogy épségben, egészségben,
az időjárási viszontagságot biztos, hogy bírni fogja, a többi viszontagságot meg megpróbálunk rá vigyázni. Azt gondolom, hogy ezek jól mutatják, hogy nagyon sok területi fejlesztés valósult meg, van benne egészségügy, van benne katasztrófavédelem, van benne turisztikai fejlesztés, hogy nagyon sok mindent köszönhetünk az uniós forrásoknak. Az arra sétálóknak érdemes megtekinteni az esztétikus gyűjteményt, ami az ország különböző pontjain megvalósult projekteket ábrázolja. Ötven éves korában elhunyt Steiger Gábor, a dombovári futballklub legendás játékosa. A klub közösségi média oldalán emlékezett meg a labdarúgóról. Azt írták, Gábor több száz dombovári mezben lejátszott NB3-as mérkőzés gyönyörű pillanatait és a karakteres, szerethető személyiségét hagyta emlékül. Egy aranyat és két bronzot nyertek a Paksi Atomerőmű Sport Egyesület dzsúdósai a csehországi Bronnban rendezett rangos nemzetközi Mizuno Openen. A versenyen 13 ország közel 1400 dzsúdósa küzdött meg egymással. A paksiak közül Tóth Zsombor aranyérmet, Vajna Csongor és Salamon Barnabás bronzérmet szereztek. Idén az elmúlt 10 év legkevesebb körtetermése várható. Derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképéből. Az utóbbi években hazánkban a körte termőterülete és termésmennyisége is folyamatosan csökkent. Idén az időjárási körülmények közel sem voltak optimálisak, ezért még a tavalyinál is kevesebb termés várható. A legfeltűnőbb jelenség azonban hosszú távon az ültetvények öregedésével és kondíciójuk folyamatos romlásával a terméspotenciál csökkenése. Szeptember 9-én hétfőtől ismét járhatnak a Pécsi Tudomány Egyetem szekszárdi karának tanúszodájába az úszni vágyó gyermekek és felnőttek. Az úszodában vízilabdát is oktatnak. Csütörtökön dél előtt is az egyik szekszárdi iskola növendékei vették birtokba a szekszárdi tanúszodát. A létesítmény hétfőn nyitotta meg újra kapuit. Délelőttönként általában az iskolák veszik igénybe. Háromig vannak oktatások az iskolásoknak, 3-tól 5 óráig a vízilabda edzések zajlanak, és 5-től 8-ig pedig az úszó edzések vannak megtartva, 8 után pedig a szenior úszók veszik át a medence használatát. A nagy közönségnek úgy vagyunk nyitva, hogy reggel 6-tól 7:30-ig, hétfőtől péntekig, pénteken 8-tól 9-ig jöhetnek még, hétvégén pedig szombaton 6-tól 9 óráig, vasárnap pedig reggel 6-tól este 6 óráig jöhetnek úszni. Az úszójegy 1900, a 10 alkalomra jogosító bérlet pedig 17.100 forintba kerül. A vízilabda edzéseink azok az első, a 3-tól 4-ig, az egy teljesen kezdő csoport, ahol lehet jelentkezni még, akár vízilabdázni. Ez egy teljesen kezdő vízilabda oktatásról szól. 3-tól 4-ig tart, 4-től 5-ig pedig már a haladóbbak, az ügyesebbek használják a medencét. 5 órától pedig a úszóedzések zajlanak, itt pedig külön korosztályok vannak. Ugye vannak az idősebbek, vannak a profik, és vannak a kezdő gyerkőcök. Este pedig a szeniorokon pedig a legkezdőbb felnőttek veszik igénybe a medencét, és vannak már nagyon ügyesek, akik versenyzők is a felnőttek közül. A délelőtti órákban a szekszárdi tankerület különböző iskoláiból érkező diákokkal mindig megtelik a medence, a gyerekek szívesen járnak úszni. Regionális híreink következnek. Hogyan lehet tőzsdeképes egy baranyai vállalkozás? A budapesti értéktőzsde szakemberei Pécsen jártak. Balatonmárka. Megújult kínálat várja ősszel is a Balatonhoz érkezőket. Elkezdődött a Pécs Lit, egész héten irodalmi fesztivál Pécsen. Akár a tőzsdén is szerepelhetnek baranyai cégek az OTP-vel, Richterrel együtt. Erre van esély, mondja a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. A budapesti értéktőzsde és a helyi iparkamara pécsi rendezvényén beszélt erről a szakember. Ezen a tájékoztató rendezvényen a tőzsdeképesség eléréséről, a fejlődés lehetőségeiről tájékoztatták a pécsi cégvezetőket, a BÉT képviselői.
Szintlépés a tőzsdével. A sikeres cégek jellemzői olvasható ezen a díján, amit a budapesti értéktőzsde igazgatója mutatott az előadásán Pécsett. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara székházában tartottak tájékoztató rendezvényt arról, hogyan tud segíteni a Bét a baranyai cégeknek a növekedésben. Az Iparkamara főtitkára azt mondja, a helyi vállalkozások nagy része mikrovállalkozás, jóval kisebb részt képviselnek a nagyobb gazdasági egységek. De az a kis- és középvállalati kör, aki családi tulajdonban működnek, exportra termelnek, elképesztő hozzáadott értékkel bírnak, számukra a tőzsdei ökoszisztémának a megismerése, függetlenül attól, hogy ők tőzsdei céggé válnak, vagy nem válnak, azt gondoljuk, hogy egy nagyon értékes folyamat lehet. És a budapesti értéktőzsde vezetésével ebben állapodtunk meg, hogy tartunk egy gondolatébresztő másfél órás fórumot némi előadással, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a növekedéshez szükséges szervezeti vállalati kultúra fejlesztés az elengedhetetlen. Rabszabolcs szerint van olyan cég Baranyában, amelyik bekerülhet a tőzsdén jegyzettek közé. 2-3 Baranyavár megyei cégnek ez egy ugródeszka lehet. A tekintetben is, hogy ő a tőzsdén, ugye a tőzsdei cégeknek különböző fokozatai vannak, nem megyek bele a részletekbe, hogy elkezdi egy kvázi alsóbb kategóriában, és utána évről évre tőkeemelésekkel, további vállalatfejlesztéssel egyre magasabb kategóriába jut, és a végén akár az OTP-vel, Richterrel és a nagy magyar vállalatokkal együtt tőzsdei céggé válik. Sok tévhit kering az értéktőzsdével kapcsolatban a cégek körében, amit tisztázni kell. Az ilyen alkalmak erre kiválóak, mondja a Bét igazgatója. Nem az a fontos, hogy egy cégnek mekkora a mérete, hanem hogy milyen a minősége, milyen a vállalat irányítása. Természetesen fontos az, hogy egy tőzsdei szempontból azért alsó hangon egy több milliárdos árbevétele legyen, vagy gyorsan növekedjen ez a cég, de ilyenből nagyon sokat találunk szerte az országban, több száz ilyen vállalat van, de mellette nagyon fontos azt is megvizsgálni, hogy mi a cégnek a sztoria, mi a története, és hova tart, tehát mi az, amit fel tud kínálni a befektetőknek, milyen növekedést, milyen vállalat irányítást, ugye egy minőségi cégnek kell lenni annak, hogy megfeleljen a tőzsdei befektető kritériumának, de megcáfoljuk a tévhitet, a hazai középvállalatok között is rengeteg ilyen van. Az a fontos, hogy tőzsdeképes legyen a cég, a vállalkozás, ebben is tud segíteni az értéktőzsde, ezután jöhet a megfelelő befektetők megtalálása. Különféle befektetők vannak a tőzsdén, valaki a gyors növekedés, az innovatív gondolatokat keresi, és az komfortos neki, hogyha a tud kockáztatni, és ezzel nagyon magas hozamot tud elérni, de vannak olyan konzervatív befektetők, akiknek az a fontos, hogy egy jól beállt üzletmenete, piaca, némi növekedése természetesen legyen a vállalatnak, de cserébe az a folyamatos nyereség termelés, ami kiszámítható, stabil, az is egy komoly értéket jelent, akár egy osztalék jövedelmen keresztül. Ugye a tőzsdén az árfolyam emelkedésből lehet hozamot elérni, meg az osztalék jövedelemből, ami ugye évente mindig megkap a befektető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféle vállalat típus előtt nyitott a tőzsde. Hosszú évek óta keresik, kutatják azokat a hazai középvállalkozásokat, akik fejlődni szeretnének. Ezért járják az országot, és 2016 óta évente megjelentetik az 50 legsikeresebb vállalkozás bemutatását, a Bét 50-et, mondja Nagy Péter Gábor. Ezen túlmenően pedig segítik azokat, akik fejlődni szeretnének, illetve tőzsdei megjelenést szeretnének elérni. Megszületett a Balaton márka, megújult a kínálat, amellyel versenyképesebb lett a magyar tenger. Erről is beszélt Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója. 1500 vendéglátóhely és szálláshely várja ősszel is a tóhoz érkező turistákat. A kikapcsolódni vágyók pedig a Visit Balaton 365 új weboldalán találnak programokat, amelyek között fontos helyet kaptak a kerékpáros események. Új weboldal, a Visit Balaton 365 segíti a szezonon kívül a Balatonhoz érkező turistákat. Ahogyan az internetes platform neve is mutatja, egész évben nyújt kikapcsolódási lehetőségeket a magyar tenger.
hogy könnyebben megtalálhatóak legyenek az érdekes kínálatok, az élmények. Tehát igazából ötletet is ad, és könnyebben megtalálhatóvá teszi az egész éves kínálatot a Balaton körül, ami nagyon-nagyon fontos. Másrészt, mint márka is láthatóbbá válik, mind a belföldi utazók, mint pedig a nemzetközi turisták szempontjából, ami szintén nagyon fontos annak érdekében, hogy versenyképesek legyünk. A Magyar Turisztikai Ügynökség a Visit Hungary Nonprofit ZRT-n keresztül szeretné vonzóbbá tenni a Balatont, többek között ősszel. Csendes Olivér azt mondja, gazdaságélénkítő hatása is van annak, ha a szezonon kívül van miért ellátogatni ebbe a desztinációba. Az utazóknak nyilván ez egy nagyon jó kikapcsolódás és lehetőséget nyújt. A természet közelsége, a magyar tenger különlegessége és egyedi hang, vagy egyedi jellege, az szerintem nagyon érdekes és értékes, és ezt el kell vinni az embereknek, ezt meg kell mutatni, hogy az emberek kikapcsolódni tudjanak, hogy élvezni tudják ezt. Másrészt meg hát azért ne felejtsük el, hogy a turizmus egy nagyon fontos része a magyar gazdaságnak, mind a belföldi turizmus fontos, mind pedig a nemzetközi turizmus, ami meg egy export igazából, és plusz adóbevételekhez vezet, és természetesen a helyi vállalkozói szférának is ez egy nagyon nagy előnye, hogyha nem koncentrálódik a kereslet egy pár hónapra, hanem egész évben el tud ez oszlani, és nem mellesleg. Ősszel elsősorban a szüreti programok és a gasztronómiai események a legnépszerűbbek a Balatonnál, emellett a kerékpáros turizmus is fellendül, látnivaló pedig akad bőven a környező településeken. 6 napon át az irodalomé a szerep Pécs városában. Elkezdődött immár negyedszer is a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. Mintegy 50 program várja az irodalom barátokat a város különböző pontjain. A megnyitó esemény alkalmával Beck Zoltán és Gracsó Krisztián adott zenés irodalmi estet a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as termében. A Csorbagyőző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös irodalmi rendezvénye már negyedik éve várja színes programokkal a műfaj kedvelőit. Az ünnepélyes megnyitót egy zenés irodalmi est követte, melyen egy dalszerző író és egy író dalszerző közös alapokra helyezett gondolataikat mondták el saját eszközükkel hétfőn este az E78-asban Pécsen. A Hoztunk valamit magunkból elnevezésű est a két szerző első közös munkája. Van egy előadás, amelyik előadásnak az eszköztárába a mindegy, hogy éppen zene van, vagy éppen szöveg van, vagy éppen próza van, vagy éppen kötetlen beszélgetés van, vagy éppen anekdotázás. Alapvetően az előadásnak a lényegi eleme, hogy két alkotó van fönn a színpadon, és ez a két alkotó a színpadon jelen van, és a jelenlétéből épít meg bármit. A három akkordot is, ha gitározik, a tercszólamot is, és a próza szöveget is. És tulajdonképpen az a tétünk, hogy képesek vagyunk-e a színpadon magunkra és egymásra találni, és azon keresztül aztán a dalokra, szövegekre, amiket éppen fölrakunk a színpadra. Az emberi egzisztencia izgatja őket, ennek próbálják az értelmezését felvázolni, elmesélni előadói estjük során. Az érdekel minket, hogy egy ember hogy létezik a világban, és az emberben hogyan létezik egy világ. Képesek vagyunk-e erről beszélni, meg tudunk-e szólalni, és ezek a szerepek, amelyeket végigélünk az életünkbe, akár gyerekként, akár fiatal felnőttként, akár apaként, azokból a szerepekből mi meg tudunk-e fogalmazni valamit amire a másikunkra rezonál. Gracsó Krisztián író, dalszerző legutolsó kötete másfél-két évvel ezelőtt jelent meg. Ez a Lányos apa című tárca novella gyűjtemény. Ez egy olyan előadás, amiben még a prózák is két szólamra vannak, hogy úgy mondjam négykezesek, és még azok is átértelmeződnek azáltal, hogy beleolvasunk, hogy valami mást beleolvasunk, mint ami eredendően lehetett benne. Úgyhogy nagyon izgalmas ez számomra, mert egy író nagyon magányos, és én egy olyan helyzetbe kerülhettem, amely helyzet engem tovább lendített, tovább a magányból, tovább a
az életközépi válságból, tovább egy olyan helyzetből, ahol mindig magam kockáztattam. Itt most egy olyan helyzetben találtam magam, ahol együtt visszük a vására a bőrünket. A hat nap alatt számos új kötetes szerző érkezik. A Pécsi Lit Irodalmi Fesztivál félszáz programjából a legfiatalabb korosztály is kedvére válogathat. Lesznek külföldi vendégek és több kísérő program is. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szüret a szekszárdi borvidéken, az aszály ellenére jó a bor minősége. HPV vírus. Fontos az oltás a gyermekek körében, de a felnőtteket is bármikor érintheti a betegség. Plakátkiállítás. 20 éves Európai Uniós csatlakozásunkat ünnepeljük. Úszás. Hétfőtől újra kinyitott a kapuit a szekszárdi tanúszoda. Pénteken a Dunántúl térségében erős széllökésekre kell készülni. Hideg, borús, esős, szeles időre számíthatunk. Elszórtan jelentősebb, 20-30 mm-t meghaladó mennyiségű eső is lehullhat. Épp csak 10 fok köré várható a délutáni hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!